minden adott ahhoz, hogy itt az év utolsó Bozsik fesztiválját megtarthassuk. Tudjuk azt, hogy nehéz szezonon vagyunk túl, de már ugye múlt alkalommal egyszer találkozhattunk, és most ezzel a mai fesztivállal a idei szezont be is tudjuk fejezni. A Bozsik program jelenti a Magyar Labdarúgás Utánpótlás képzés alapját. A Magyar Labdarúgó Szövetség ezen a programon keresztül akarja elérni azokat a tehetséges gyerekeket, akik a jövő labdarúgó generációját képezhetik. Dombovárnak kiemelt szerepított ebben az esztendőben. Dombováron például azt jelenti, hogy az összes óvodával és az összes iskolával mi kapcsolatban vagyunk, mint egyesület, és nekünk ez feladatunk, hogy hétközben ott edzéseket tartsunk, és amikor ilyen Bozsik programot szervezünk, ugye a mai nap is egy ilyen fesztivál zajlik itt a Szuha Sportcentrumban, akkor pedig ugye megszólítjuk őket, hogy jöjjenek le, és akkor itt mutassák meg magukat, találkoznak ugye más településekről, vagy gyerekekkel is, tehát igazából társadalmi szempontból is ez egy fontos találkozási pont. Szakmailag meg itt kapják meg azokat az impulzusokat, hogy amiket a hétközi edzéseken elkezdenek ugye labdával vagy anélkül elsátítani, azokat itt tudják felmérni, hogy hol tartanak, merre járunk. Nekünk lehetőségünk van ugye a hozzánk tartozó egyesületek közül, ilyen például a Sást, Vásárosdombó, Kaposszegcső, de a Somogy megyéből a Toponár, a Kaposvölgye és a Mézga együtteséből megfigyelni, hogy vannak olyan tehetségek, akik mondjuk be tudnának Dombovára integrálódni, és a mi feladatunk az, akik nálunk úgymond ügyesek és extra módon teljesítenek, azokat pedig a nagyobb akadémiák és a nagyobb klubok, mint Pécs vagy a Kaposvári Akadémia, ők folyamatosan figyelik, monitorozzák, és tulajdonképpen végére összefoglalva a Bozsik jelentősége az, hogy a gyereklabdarúgásnak az alapját teremti meg és adja. A napon nem csak meccseket vívtak egymással a csapatok, hanem olyan részgyakorlatokat is elvégezhettek, amelyek segítették a fejlődést. Ez ugyanolyan volt, mint a Beneferenceken. Benne Ferencen a legtöbb edzés, mert amikor ott voltunk, akkor ugyanígy 4-4 kapu volt, és nagyon élvezni lehet az ilyen meccseket, meg az ilyen játékokat. Ez egy ilyen összefogásos játék, mert mindenki passzol mindenkinek. Ezt lehet nevezni még csapatjátéknak is. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a kis települések tehetséges gyerekei előtt megnyíljon az út arra, hogy évek múlva valamelyik akadémiában fejleszte tudását. Véleményem szerint közösségben való gyerekek, tehát hogy akik faluban élnek, lehetőséget adnak az ilyen programok, hogy új embereket megismerjenek, új csoportok jöjjenek létre, és mindenfajta készségfejlesztő, illetve programokban tudjanak szerepelni. Ezek a fajta gyerekek, akik ilyen kisebb településeken élnek, úgy vannak felkészítve, és nyilván egy kicsit hátrányból indulnak, de úgy vannak felkészítve, hogy már stabilan és készen álljanak a versenyekre. Én az Atalai Aprókház óvodában dolgozok még a Dombovári Focisuli mellett, mint edző. Ott vagyunk 12-en, de be szoktak járogatni ilyen kisebbek is. Nyilván őket sem küldjük el, hanem szívesen befogadjuk, és velük is próbálunk tevékenykedni. Ez nem konkrétan fociról szól, legalábbis én ott nem konkrétan csak foci tartok, hanem ilyen ritmikus sport, gimnasztika. Tehát az a lényeg, hogy mozgásban legyen a gyerek, tehát ne otthon a számítógép előtt üljön, hanem egy kicsit mozogjon, és jól érezze magát, és a közösséget fejlessze. Nagyon szép lövés! Egy ilyen 30%-ot növekedtünk az elmúlt 5 évben, ami azt jelenti, hogy most ilyen közel 200 igazolt gyerekünk van, de ugye ez U7-től U19-ig beleértendő, ami mondjuk most nagyon érdekes, hogy az idei évben 54 darab óvodásunk van, tehát a pandémia előtti időszakban, azt mondom, hogy 20 novemberében, amikor befejeződött a toborzás, akkor Dombovári körzetben 54 darab óvodásunk volt, ami rekord számú, és azt gondolom az idei évben, hogy az elmaradt EB-t pótolják, és a magyarok kint vannak az EB-n, ez majd megint egy új lendületet fog ennek adni, hogy 16-ban is, amikor végleg jutottunk az EB-re, akkor is volt egy ilyen fociláz, és mi nekünk ezt feladatunk is, hogy meglovagoljuk, és mivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk az intézményekkel, ezért az ottani óvodapedagógusok és iskolában tanító pedagógusok ezt
örömmel is veszik, és tényleg jó az együttműködés, és azt mondani, hogy működik a rendszer.